A széria folytatódik, de megint egy döntetlennel. Látottak, meg a tapasztaltak fényében, mennyire jó az egy pont ma? Hát felálltottak alapján szerintem igazságos döntetlen született. Annak ellenére is, hogy merem mondani, hogy az első fél időnk a miénk volt, mi voltunk jobbak. Volt három teljesen tiszta gólhelyzetünk, és egy védekezési hiba után pedig gólt kapunk, úgyhogy 0-1-el mentünk a szünetbe. A szünetre. A másik fél időben ugye voltak olyan szakaszai mérkőzések, ahol mi voltunk jobbak, voltak olyanok, ahol az MTK volt jobbak, így ezt a hektikus utolsó 5 vagy 6 percet nézve szerintem jó az egy pont is az MTK stadionjából. Már utolsó 5-6 perc, ugye volt itt egy megadott, majd visszavont büntető, és ami ugye érdekesség, hogy a két csapat első mérkőzésén ugye az MTK 11-es gólokkal tudott győzni. Hát mennyire volt meleg az a pár perc, amíg várni kellett az ítéletre? Hát ez a várakozás soha nem kellemes, főleg, hogyha ellenünk akarnak meg befújni egy 11-est, vagy megadni egy 11-est. De ahogy mondtam, nem érdemeltünk volna vereséget, ez biztos. Változatos mérkőzés volt, nem csak az eredmény alakulása, hanem a játékképe is folyamatosan változott. Viszonylag könnyen el tudtak jutni a csapatok az ellenfél támadózónájába. Nyilván, amikor mi kerültünk olyan helyzetbe, lövőhelyzetbe, tizatoson belül, ami veszélyes szituáció, azt annak örülünk mindig, és abból kellett volna még több, hogyha lehetek még elégedetlen. Viszont nagy energia volt az, hogy hogyan lassítjuk és hogyan védekezzük le a remekül játszó győri játékosoknak az ellentámadásait. Úgyhogy maga az eredmény is azt mutatja, amit talán a játékképe is, hogy eldöntetlen. Ha már védekezés, csapatvédekezés a szünetben, mi is ezt néztük, hogy a Győr 3 védős játékára hogyan reagál az MTK. Ugye megfogalmazódott a mérkőzés előtt az óhaj, hogy jó lenne dominálni az összecsapást. Az előzetes felkészülés, elemzés az mennyire köszönt vissza végül is a pályán ilyen tekintetben? Ebből a szempontból nem vagyok elégedetlen, tehát a játékosok próbálták akár védekezésbe, akár támadásba a megbeszélteket véghez vinni a pályán. Tényleg nehéz dolgunk, azt nem felejthetjük el, hogy mindig van egy ellenfél, aki jól játszott, kellett módosítanunk a védekezésünkön éppen azért, mert az ellenfél játékrendszere miatt, meg hány emberrel támadnak, meg mi egymást, tehát cserélni is kellett, tehát mérkőzés közül is változtattunk ezen, hogy minél kevesebb legyenek a távolságok a fázisaink között. Ennek tudom be, hogy azért tudtunk vesztes állással is egyenlíteni, úgyhogy, és még a végén az is benne volt könnyen, hogy magunk javára fordítjuk a mérkőzést. Sőt, ahogy néztem, Antonovék már a második kapott gól előtt is talán jöttek volna, vagy már legalábbis el volt döntve, hogy jönnek. A két kapott gólról beszéljünk, mind a kettő tulajdonképpen rögzített szituáció után jött, hát a Győrnek ez erőssége volt, de mégis mennyire voltak ezek elkerülhető gólok, például a második gól előtt az elszöklet, az mennyire volt felesleges? Igen, inkább a megelőző szituáció volt ott annál a gólnál a bosszantó. Ott abból többet is kihozhattunk volna. Nem jellemző idén ránk amúgy, hogy pontrugásból kapunk gólokat, ez előfordult természetesen, főleg egy olyan csapat ellen, akinek főként ez az erőssége, hát a házi gólövülisteiket egy védő vezeti, tehát ez is elmondja azt, hogy milyen erősek ebbe a játékfázisba. Sok szöglet volt, sok oldal szabadrugás, hibát vétettünk, nyilván megnézzük, majd elemezzük, de jó fejű játékosaim vannak, úgyhogy ebben biztos vagyok, hogy próbáljuk meg korrigálni ezeket a hibákat.